Hát nem tudom, milyen lehet 100 évesnek lenni, és azt sem tudom, hogy egy kultúrház, egy munkásotthon kultúrház egyáltalán érzi-e ezt, hogy ő 100 éves. Hát minden esetre, akik ide látogatnak, azok tudják, és nagyon örülnek neki, hogy 100 éve megalakult a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház. Mi, a Kalák Együttes tagjai, akár egyenként, akár külön-külön, akár egyben, nagy örömmel jövünk ide mindig buzsikálni gyerekekhez, felnőttekhez. Most épp egy Kosztolányi est kapcsán vagyok itt. Boldog születésnapot, kedves KMO! Thank you.